sokan a Covid után, hosszabb kihagyás után tértek vissza, ezért nagyon fontos volt mind a taktikai, mind a fizikai és mind a mentális felkészítés, emiatt is volt sportpszichológus velünk a Serközi Pisti személyében, és úgy gondolom ebben a pár napban nagyon tömény dolgokkal megpróbáltuk azokat pótolni, ami az elmúlt ősszel kimaradt. Szerintem volt rá elég időm, hogy visszanyerjem a formámat. Próbáltam minél hasznosabban tölteni ezt az időszakot, amíg nem tudtam edzeni a klub csapatomnál. Úgy gondolom, hogy jól sikerült, mivel itt vagyok jelenleg. Remélem, hogy túl vagyunk ezen a betegségen. Örülök, hogy a csapat elég sok időt tudott együtt tölteni, és mindenki a győzelemre koncentrál, úgyhogy én bízom a jó eredményben. A koronavírus sújtott a magyar válogatott decemberben 5-0-ás vereséget szenvedett Kazahsztánban. Az EB-selejtező csoportkör második fordulójában viszont a legerősebb összeállításában fogadhatta a Turzó József csapata Fehér Oroszországot. Az olaszországi selejtező játszottunk velük, ott sajnos 2-0-ás vereséget szenvedtünk, bár én úgy éreztem, hogy ez egy tipikus egygólos mérkőzés volt, sajnos akkor nem jól jöttünk ki ebből az egészből, de kielemeztük a játékukat, felkészültünk rájuk, úgyhogy én nagyon bízom a győzelemben. Arra számíthatunk tőlük, mint akkor, de nekünk javulni kell, főleg támadójátékban, hiszen akkor nem szereztünk gólt. Én nagyon bizakodok, hogy ezeket a hibákat sikerül kijavítanunk, és lesz egy-egy egyéni villanás, egy-egy egyéni extra, amit a csapatot át tudja lendíteni ezen, és bizonyítani fogják a játékosok, hogy ki tudunk jutni az EB-re. A világos mezes magyar válogatott szerezte a mérkőzés első gólját, amikor Rábel János remek mozdulattal vette be a vendégek kapuját. Alasztics Marcell nem kapott gólt a fél időben, sőt, könnyen meg is duplázhattuk volna az előnyünket még az első 20 percben. Én szerintem nemzetközi szinten nagyon fontos az, hogy elsőre egy csapat nagyon jól védekezzen, és abból tudjuk majd fejleszteni a támadásunkat, de én szerintem most mindkettő rendben volt a mérkőzésen, kisebb-nagyobb kihagyásokkal, de úgy gondolom, hogy ez egy mérkőzésen belefér, nekünk ezek rövidek voltak, és ezeket át tudtuk vészelni. Amivel előre tudtunk lépni, az a támadás, nagyon sok helyzetünk volt, bánom, hogy az első fél időben csak keveset tudtunk, ugye csak egyet tudtunk belőle értékesíteni, de a második fél idő kiegyenlítettebb volt, kevesebb helyzetünk volt. Az első mérkőzésén Fehér Oroszország 3-0-ra verte Izraelt idegenben, és a vendégek ezúttal sem maradtak szerzett gól nélkül. A 27. percben Szergej Szilivoncsik egyenlített, majd Tatai József révén majdnem visszavettük a vezetést, ám végül nem az NB1 gólkirály jelöltje, hanem veszprémi csapattársa Pál Patrik lőtte a rendkívül fontos második találatunkat. Egy igazi csapat voltunk, voltak ezt a teljesítmények, akár aki a gólvonalról kirúgja, aki véd, aki becsúszik, aki berúgja a gólt, tehát volt úgy gondolom elől is, hátul is, annyi probléma, hogy kicsit hullámzó volt, de hát beszéltük, hogy van egy ellenfél is a pályán, aki is szintén felviszi az akaratát a pályára, de úgy gondolom, hogy nagyon sokat dolgoztunk, sikerült ezt nagyrészt kompenzálni, sőt felülmúlni, emiatt igazi csapatként működtünk együtt. A 32. percben Dávid Richárd sárga lapot érően próbált megzavarni egy oldalberúgást, így a vendégek csak a sípszó után találtak a kapunkba. Ezt követően pedig már nem volt olyan kísérlet a mérkőzésen, amiből gól született volna. Hiába próbálkoztak az 5-4 elleni játékkal is a fehér oroszok. A szívvel lélekkel játszó magyar válogatott az elmúlt év legjobb hazai futszálosának választott Alasztics Marcellel a kapuban megőrizte 2-1-es előnyét a mérkőzés végéig. Mindenképpen úgy gondolom, hogy kivittük a pályára, hogy mi ma nyerni akarunk minden áron, de ennek akkor lesz értéke, ha utolsó két fordulóban úgy megyünk bele, hogy 9 pontunk van, de még mindenképpen nem akarok ennyire előre gondolni, mert megérdemlik a fiúk, hogy ma megünnepeljék és átéljék ezt a győzelmet. Másikuk szeretnénk lenni a csoportban, ez az kell, hogy a fehér oroszokat majd idegenbe is legyőzzük, illetve az izraelieket is oda-vissza, erre megvan az esély, ugyanígy kell játszanunk a további mérkőzéseken, és akkor esélyünk lehet arra, hogy kijussunk az EB-re. Folytatás márciusban Izrael ellen.